Magyarországon több mint 1 millió polgár szenved a devizaelszámolású hitelek súlya alatt. A mennyiség csak az ingatlan hitelekre vonatkozik, a gépjármű leasingekkel kapcsolatban nincs pontos adat. Ezek közül 88 ezer ügynek lejárt a 90 napon túli határideje, ezért a bank bármikor felmondhatja a szerződést, a végrehajtás alatt álló ingatlanok száma több tízezerre tehető. A problémás devizahitelekkel kapcsolatban Molnár István, a GBU devizagarancia program megalkotója várta az érdeklődőket. 52% az embereknek ma még tudja fizetni a statisztikai adatok szerint a megnövekedett költségekkel is a törlesztő részleteiket. De egyre nagyobb lesz azok, csökken ez a szám, egyre többen lesznek azok, akik nem. De nekünk mindenki ügyfelünk, mert még az is, akinek már elvitték az autóját, elárverezték a házát, hiszen az elévidési időn belül ugyanolyan jogalapra, ugyanúgy peresíthetők ezek az ügyek. Tehát van esélye mindenkinek, aki ezt a szót, hogy deviza és devizaelszámolást közelről ismeri. A szervezet egyedi adósságképviseletet nyújt ügyfeleinek. A program 3 hónapja indult el, 6 hónapos tesztidőszakot követően. Jelenleg 21 országos irodában kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek, de további 20 iroda megnyitása várható a közeljövőben. A cél nyomásgyakorlás a bíróságokon keresztül a bankokra, a jogerős bírósági ítéletek megszületése előtt tárgyalóasztalhoz ültetni a pénzügyi szervezetek vezetőit. Eredményt 2-2,5 év múlva vár Molnár István. Itt nincs megoldás más, mint az egyedi adósságképviselet, tehát mindenkinek azt fogjuk tanácsolni, és ehhez nagyon komoly, átfogó elemzői, szakértői és jogi segítséget nyújtunk, hangsúlyozom mindenkinek külön-külön személy szerint, hogy peresíteni kell ezeket az ügyeket, de kellő megfontolás és körültekintés alapján. A fórum a településekre többször is visszatér, mert a tapasztalatok szerint egyre többen látogatják ezeket a tájékoztatókat, és idővel az érdeklődőkből ügyfelek lesznek. Pakson a tervek szerint 2 hét múlva lesz újabb hasonló összejövetel.